Kilencedik fejezet, amelybe Isten tudja csak, mi fog történni. A kisdiák örül, hogy szombat van. Ezután, a nehéz hét után úgy érzi, ma be fog valami fejeződni. Hétvégére kell, hogy a bajoknak is vége legyen. Még mindig nem tudod, ki lopta el? Kérdezte Orci súgva, ahogy reggel az osztályba bejött. Nem. Nem is gondoltál rá? Én már tudom. Misi szégyelte a tegnapi dolgot, hogy elnököt választottak, ha valaki megtudná, föld alá süllyedne, de most egyszerre meglepte az elnök. Azt nem várta, hogy már tudja is, ki a tolvaj. Illetve tudom, hogy kell kinyomozni. Ja, össze fogjuk írni, kikkel lakol egy szobába. Igen, dünnyögte Misi. Írd le mindjárt, légy szíves, a nevüket egy papírosra. Misi papírt keresett, de Orci elébe tett egy levélpapírt. Erre. Nagyon finom, sárgás, fehér papír volt. Misi nagyon szerette a szép papírt, maga elévette, és míg ráírta a szobafőnök és a többi lakótársa nevét, gyönyörködött benne. Mikor kész volt, odatolta Orci elé, aki közben egész fesztelenül beszélt valami adomát a háta mögöttieknek. De abban a pillanatban abba hagyta, amikor Misi kész volt, és visszaült mellé. Hányadikos ez a lisztnyai? Nyolcadikos. És Nagy József? Nyolcadikos. És András, ez az aista? Igen. Andrási, Böszörményi, aista, Sándor, Csicsó, meg én, Béista. Sándor? Mondta Orci. Felállott és hátra nézett, kereste Sándor Mihályt. Az szokása szerint nem ült a helyén, hanem az első pad mellett lődörgött, nem beszélt senkivel, csak ácsorgott, és hallgatta a fiúk beszédét itt is, ott is. Orci intett neki, Sándor odaszaladt. Ti egymás mellett ültök az asztalnál, ugye? Hol? A cétusba? Ott, igen. Mondjad. Milyen rendben van ennek a Misinek a holmia? Ez a rendetlen fiú, ugye? Sándor nevetett. Hát nem igen van jó rendben, mert a reskontót is elvesztette. Orci kicsit hallgatott. Milyen reskontót? És meglökte titokban Misit a térdével, hogy hallgasson. Azt mondta a múlt szombaton, egy forinttal megtett 5 számot, és most nem leli a cédulát, amit a tőzsdén adtak a pénzről. Hallatlan, mondta Orci. Biztosan elhányta. Lehet, mert mindig, ha keres valamit, minden zsebébe sorra keresi, akkor se találja meg. Gimesi most jött az osztályba, megkerülte Sándort, aki a padjuk előtt állott, és beült a helyére. Nagyon fis volt, és nevetett a szeme. Majd én kikutatom az ő zsebét, mondta. Orci hirtelen azt mondta Sándornak. Te, kérlek, a számtan példád megvan? Meg. Ugyan mutasd meg. Sándor elszaladta a füzetét. Akkor Orci odahajolt a másik kettőhöz egészen közel, azt mondta. Ha vallatok, tanuld meg, hogy bele ne szólj. Se te, mert mindent elrontasz. Misi nagyon jól viselte magát, egy szót se szólt. Nem szabad, hogy az osztály tudja, hogy nyomozunk, mert akkor mindenki arról beszél, rére a tanárok is megtudják. Hallgassatok, amikor az elnök dolgozik. Gimesi megértően és engedelmesen bólintott, Misi izgatottan és magyarázva suttogta Orcinak. Sose tettem a zsebembe a reskontót, mert betettem a kis bugyellárisomba, azt abból sose vettem ki. Innen veszett el. Orci úgy tett, mintha érdekelné a Sándor Mihály számtani példája végnézte, és azt mondta, rossz az eredmény. Sándor nagyon meghökken. Ó, rossz! Szorozd újra! Ez a szorzás rossz. És a számtani példáról beszéltek, a reskontó többet nem jött szóba. Mikor a tanár bejött, Orci maga elé tette a füzet alá a Misi írását, a szobatársak nevét, és folyton nézte. Néha odafordult Misihez. Ez a nagy úr, az a kis pupos? Igen, nagyon derék jó ember, tette hozzá gyorsan Misi, hogy valamiképp gyanúba ne vegye Orci. Orci azt mondta, majd meglátjuk a végén.
Óra közben Orci ugrált és hancúrozott. Misi csodálkozva látta, hogy egyszer csak Csicsóval beszélget. Idegesen várta vissza, hogy mit tudott meg, de Orci kétszer is visszakerült hozzá, és nem szólt semmit. Vígan nevetgélt, és mindenkihez szólt valamit. Csengetés után, mikor mindenki helyreült, csendesen és izgatottan azt kérdezte tőle. Mit mond Csicsó? Orci nevetett. Arra azonban figyelmeztetlek, hogy az elnöktől nem szabad kérdezni semmit. Most az egyszer megmondom, hogy Sándor és Csicsó nem gyanúsak, ez két tökfilkó, hanem ezt a böszörményit óra közben elő fogom venni. Egyebet nem mondott semmit, de óra alatt azt mondta. Mi volt köztetek? Köztünk, mondta lángvörösen Misi. Igen, valami volt. Semmi, mondta Misi, és a tanár felé nézett ilyetten, hogy fel ne szólítsa a suttogásért. Aztán eszébe jutott, hogy Orci ismeri a szobát, hiszen volt náluk tegnap előtt, mikor ő nem volt otthon. Akkor kigondolt valamit, és azon módon odabújt Orcihoz, és a fülébe súgta. Mikor pakkom jött, megette a cipőkenőcsöt, azért dühös rám. Ja, mondta Orci, és halkan nevetett, mert eszébe jutott az egész pakhetsz, amiről ő is tudott annak idején. Ura közben, 10-kor, kicsi nyarakás, nagyobbat kíván volt az udvaron, szép száraz nap volt, hideg, de téli kabátban voltak kint. Kicsődültek az aosztályosok is, és nagy üvöltéssel ők is részt vettek a játékban. Ami abból áll, hogy egy fiút letepernek, és rá birkózás közben a másik, harmadik, akkor elkiáltják, hogy kicsi nyarakás, nagyobbat kíván, és akkor, mint a méhek futnak elő, a körüllévő fiúk rá a csomóra, és egyre nagyobbra nő a gyerekhegy, míg csak aki lent van, jajgatni nem kezd, akkor aztán egyszerre ilyetten szétoszlik az egész. Misi látta, hogy Orci Gimesivel kétszer is suttog, röstelt leskelődni, lassan őt is elkapta a hőség, s rávetette magát egy csoportra. Nagy visítás volt, túlkiabálták a kopasz ákácfákon millió számra nyüzsgő verebeket, s úgy beleevült és kipirult, hogy egyszer csak arra ébredt, hogy senki sincs a feje fölött, mert mélyen belekerült a gombolyakba, s valaki azt kiáltja, még mindig nem állsz fel, te haszontalan, és egy jó botütés a hátán. Melyik szemtelen ez? Sikítja torka szakadtából, és hátra néz. Hát, a szúrós bajszú latin tanár hertelendi áll mögötte borzas szakállával, s nagy görbe botját ütésre emelve fenyegeti. De nem ütött le többször, ellenben ő rémítően megijedt, s alig tudott lábra állni. Az osztálybeliek aztán nevettek rajta, hogy kifogta az öreget. Ő is nevetett, mikor a professzor eltűnt a tanári szobatáján, sőt, egyszerre úgy neki szilajodott, hogy három fiúval is verekedni kezdett, valami ideges tűz gyúlt ki a vérében, s fel tudta volna hányni az egész osztályt. Szegedi most is sorra kötekedett. Pofozás, pofozás, barátom, gyere csak ide megverekedni, de ettől a fiútól megretirált, nem vette magára a kihívást, hanem tovább szaladt a kúton túl, s ott csodálkozva látta, hogy Orci beszörményivel tárgyal. Ezektől még jobban megijedt, és gyors futásban, mintha valaki hátulról űzné, megint vissza akart futni, közben meggondolta, és be az osztályba a második kapun. Ki volt izzadva, hogy berontott, Simonfi Pisti éppen mesélte teleszájjal, hogy nyilas hasba rúgta az ötödikesek osztályfőnökét, hertelendi tanárt, mikor az őt megbotozta. Ez már csak legenda volt, mert nem rúgta meg, de Pista olyan hangosan és úgy mesélte, hogy azt mindenki elhitte, még ő maga is. Varga János azt mondta. Annak elég nagy hasa van, legalább jól belerúgtál. Misi nevetve nézett hátra, Barta Imre, az osztály herkulese, most ült le a helyére.
Ő is nevetett, aztán megveregette a vállát. Jó van, cimbora. Ez a válveregetés jól esett neki, pedig ő bizony nem rúgta meg a tanárhasát. És mégis kezdte a talpán érezni azt a furcsa csiklandást, mintha megrúgta volna. A legjobb az volt, mondta Orci, aki most jött be, és már látta Barta Imre válveregetését. Az volt a legjobb, hogy Jármit biztattam fel, hogy kezdje el a kicsi nyarakást, és van neki egy aranyórája, és legalóra került az aranyóra, és rá az egész iskola, és hangosan kacagott vele mindaki a környéken volt. Misinek azonban azt tűnt fel, és elkomolyodott, hogy Orci biztatta fel az egész hetszet, és ő maga egész nyugodtan tárgyalt Böszörményivel a kúton túl. Böszörményi az nagyon vad fiú, mindig verekedik, és az ilyen komédiákba szeret benne lenni. Már egész biztos volt benne, hogy Orci azért rendezte a kicsi nyarakást, hogy híre menjen az osztályokba, és Böszörményi is kijöjjön az alból, hogy észrevétlen szóba állasson vele. Nagyon szerette volna megkérdezni, hogy mit beszélt vele, szerette volna hallani szóról szóra, hogy beszélt, mit kérdezett, és az mit mondott. Kezdett neki Orci szörnyűségesen imponálni. Most már kíváncsi volt, mi lesz a következő óranegyedben, hát Andrásit hogy fogja kicsalni az osztályból, szégyelte, hogy ő úgy elhagyta magát bolondítani az elép, mint egy kisgyerek, ahelyett, hogy leskelőzött volna Orci után, most uralkodni fog magán, gondolta magában. Orci egy szót sem szólt óra alatt, csak egyszer kért egy törlőgumit, és boldog volt, hogy adhatott neki, és hogy elsőrendű finom oroszlán gumia volt, amit most vett a héten, és kicsit jól esett, hogy olyan sok pénze van még, egy forint, és 50 krajcára zsebében pedig már 30-at elköltött elseje óta. Mikor 10 percre csengettek, Orci mindjárt kifutott, téli kabátját is kint a folyosón vette magára, hogy utána sietett, de elkésett, mert nem rakta le idejébe a füzeteit, s ha úgy hagyná az ember az asztalon a holmiát, biztosan szétrepülne az egész a talpak alá. Mikorra kiment az udvarra, Orcit már nem látta sehol. Egész 10 perc azzal telt el, hogy szégyenkezve kereste Orcinak, úgy jár az esze, ő pedig még azt se tudja megtenni, hogy kitalálja, mit akar Orci. Gimesivel összetalálkozott az udvaron, Gimesi is utánuk jött ki, mert valami szöget ütött a fejébe, hogy hol vannak ezek. Meg is kérdezte mindjárt, hol van Orci? Én nem tudom. Nem együtt vagytok? Misi ránéze. Ő pedig úgy gondolta, hogy Orci éppen Gimesivel van jobb viszonyban, s vele titkolózik ő előtte. Hát hisz, kik suttogtatok az elébb, mondta. Én nem suttogtam, szólt Gimesi őszintén, csak Orci mondta, hogy hívjam ki az osztályból Bajt. Az alból? Igen. Bajt? Igen. Mit akar ő Bajjal? Mit tudom én. Összenéztek és elkezdtek nevetni. Csak azt mondta, hogy vagyok Bajjal. Mondok jól. Szóval a testvérem, hát akkor hitt ki, kihittem. És azzal elbújtak ketten, ott hagytak és elkezdtek suttogni. Te mit? Mit tudom én? Én csakem olyan hosszú fülem, hogy ott állottak, én meg ott. Nem hallottam, csak láttam, hogy baj, nem sokára bement, akkor kezdték Jármival, hogy kicsi nyarakás, nagyobbat kíván. És én is benne voltam, és aztán láttam, hogy azzal a vastag fiúval beszélget Orci, az a pecsenye képű, tudod még? Andrási, kiáltott Misi. Már avval is beszélt? Hát még kivel? Misi csak nézett maga elé. Egyszerre megérezte, hogy nem kell mindent elmondani. Nem is ismeri Andrásit, mégis beszélt vele, mondta hazugul, elfordította a szemét. Elhatározta, hogy ki fogja lesni Orcit, de ő sem mondja meg ezután senkinek, amit tud. A csizmás kis pedellus
elment keresztül az udvaron mellettük, mind a ketten megérezték, hogy csengetni megy. Utána néztek, és Gimesi azt mondta, emlékszel tavaly, hogy fel volt ciprítva a csengő? Mikor? Érettségikor. Ej, de buta vagy, a 8. osztály. Hát nem emlékszel, hogy a 8. osztály virágokkal, meg mindennel felciprázta a csengőt az osztályvizsgakor, még virslis, meg kolbász sonka lógott rajta, meg narancs. Hát én láttam, nekem ne beszélj, majd figyelj meg júniusban, ha az osztályvizsga lesz a 8. Most is fel fogják díszíteni, mert ez a szokás, kollégiumi szokás. Önkéntelenül a csengő felé mentek, amely éppen a 8. osztály előtt volt a falba erősítve, és a pedellus nézték, ahogy kurta karját felnyújtotta, és megfogta a csengő lelógó vastag drótfogantyúját, és rángatni kezdte a kisdett harangot. Mire megfordultak volna, hogy az osztályukba fussanak, nagy meglepetésükre Orci jött ki a 8. osztály ajtaján. Orci is meg volt lepve, hogy őket meglátta, és egy pillanatig így néztek egymásra, akkor elkezdtek nevetni. Gémesi előbb hangosan, Orci csendesen, csak Misi nézett komolyan. Ő már tudta, hogy most a 2 8-ossal beszélt. Elment a bátyjához, aki 8-os, és közben megnézte Lisznyai urat is, meg nagy urat is. Orci vesztelenül futott hozzájuk. Azt kijelentem, hogy az elnök után leskelődni tilos. Ezzel otthagyta őket, és nagy futással elment. Egymásra néztek, és Gimesiből kitört a kacagás, ahogy behuny szemmel szokott nevetni, mint a kakas a napra, hát most is elkukorékolta magát, úgy nevetett belevörösödve, hogy bírt. Elnök! Ennek a fejébe ment az elnök. Hát én meg titkár volnék, vagy mi a csoda, aztán nincs ennyi titkom se, és a kis ujja körmét mutatta. De Misi nem szólt, ő már komolyan vette Orcit, már szinte félt. Ez mindent meg fog tudni, és rettegve gondolt a szemétládára, s háta mögött a halnyelű bicskára. Utolsóra következett, és Orci egyszer odahajolt hozzá. Misi, no? Akárki kérdez a reskontó felől, csak azt mond mindenkinek, hogy azt már visszaadtad az öreg úrnak. Misi ránézett meghökkenve, hiszen ő ezt mondta neki is, mikor először kérte számon. Hiszen ő találta ki, hogy nem fogja bevallani, hogy elvesztette a cédulát. Most érezte, hogy Orci már csak ugyan mindent tud, és lesütötte a szemét. Később Orci még egyszer súgta. Akárhogy kérdezgetnek is, te csak mindig ragaszkodj ahhoz, hogy már visszaadtad. Misi csendesen bólintott, zavarban és suttogva. De mintha ebben a pillanatban megrándult volna az Orci szája. Mintha győzedelmesen elmosolyodott volna, és ő felsülve és pironkodva marta a száját, hogy elárulta magát. Orci most tudta meg őtőle, hogy nem adta vissza az öregnek a cédulát. Dühösen összeszorította a fogát, és sötéten nézte a füzetet. Nem látva a betűket, se a mondatokat benne. Megalázottnak érezte magát. Forrt benne valami indulat, s láz, hogy ennyire gyerek, most nagyon gyűrölte Orcit, szerette volna oldalba lökni, hogy kiessen a padból. Ellenben Gimesit most nagyon szerette, szegényke, kis Gimesi, jó kisfiú, milyen csendesen ül itt mellette, és nem sejt semmit abból, ami történik. Izgalmas rablókalannak érezte, amit Orci csinál, de Gimesi egy kis csenevész lurkó volt, aki sima kis fehér arcával ártatlanul ülött, és harmadik az osztályban. Most megértette azt is, miért akarta Orci, hogy ő legyen a titkár, és Gimesi a jegyző. Ha titkár volna, akkor több bizalommal lenne hozzá.
Vajon óra után fog valamit mondani? Holnap vasárnap megbeszélésre van szükség, talán azt fogja mondani, hogy hol találkozzanak, és már el is gondolta, hogy valami titokzatos helyen, valami torony tövében, vagy egy nagy fa alatt az erdőben. Később az jutott az eszébe, hogy talán a lakásukra hívja, erre egy csomó érzés lobbant fel, hangulatok, a viaszszagát érezte, amellyel szobrokat öntöttek, aztán az uzsonna ófehér abroszát és finom színes rajzú porcelán csészéit látta, aztán a szőkehajú jutott az eszébe, s lángba borult az arca, a dundi, szőkehajú kis úri lány, a kukunyica, vagy micsoda, az álom titkosa. Ebben a pillanatban egy cédula volt előtte, holnap délután pont 4 órakor nálunk. Írd alá, súgta Orci. Nem értette, miért írja alá. Írd oda nevedet. Minek? Orci türelmetlen lett. Írd alá. Körlevél. Gimesi is írja alá. Erre ő zavartan aláírta a nevét, s odaadta Gimesinek. Írd oda nevedet, mondta neki. Gimesi szó nélkül odaírta. Erre visszadta a cédulát. Orci csengetéskor szokása szerint már összepakolt. Abban a pillanatban elment, ahogy a tanár az ajtón kilépett. Nem is köszönt senkinek. De ő Gimesivel kezet fogott. Szerbusz. Szerbusz. Délután eljössz hozzánk? Szólt Gimesi. Hát nem lehet. Miért? Menni kell tanítani. Ja. Új köszönés nélkül sietett el, csak azért, hogy Orcit utánozza. Nem tudott volna eddig így komisz lenni, mindig utolsó volt, mindenkit maga elé eresztett, senki előtt titkot nem tartott, csak kérdezni kellett, mindenkinek mindent megmondott, és mindenkinek csak kedvébe akart járni, de most valami megindította, hogy erős legyen, és magában maradjon, és ne hagyja magát. Rohanva ment fel a lépcsőn, 2 fokot ugrott egyszerre, kifulladt. Mikor felért a második emeletre, még senki sem volt a cétusban. Ő nyitotta ki az ajtót, az ajtó félre felakasztott kulccsal. Örült, hogy üres a szoba, legalább egy percig magában maradt. Könyveit betette a fiókba, nagyokat lélegzett, semmire se gondolt, de feszítette valami belülről. Aztán jött a szobafőnök kiskabátban, mindig így járt. Télen sem vett fel felső kabátot, ha az osztályba ment le. Jöttek az albeliek, majd Csicsó és végre Sándor Mihály, aki a lépcsőn is a beszélgetőket hallgatta. Szégyelte magát előttük, ki tudja, mégis nem vették-e észre, hogy Orci vallat. Gyorsan ki a szobából a régi kollégiumba, és az öreg boltozatok alatt az ablakig futott. Azon nagy fekete vasrácsok voltak. A por vastagon belepte a fekete szurokfestéket, és kinézett a nagy templom tornyára. Fekete varjak, rengeteg hada szállongott körülötte, s károgásuk behallatszott, ő is kitárt a karja, hogy szeretett volna felszállni, elrepülni, és úgy érezte, karja vágya beleütődik a kollégium boltozatába. Mint börtönbe volt itt befolytva, pillanatra sem maradhat magába, s mégis egyedül kell élnie, társ nélkül, beszéd nélkül. Szívét ki nem öntheti senkinek. Megfogta a vasrácsot, alig érte át az ujja. Ha ő most olyan erős volna, mint Sámson, hogy megrázná, s összedülne az épület, s a kövek mind a fejére szakadnának. A konviktusi csengő lármázott rá, és ő visszafutott a szobában. Mikor az ajtóhoz közeledett, nyílt a kilincs, kitódult a 6 diák, és ömlött a többi szobából is a sok bentlakós. Befutott köztük, felvette a könyvét, ső is rohant utánuk. Még csak annyit sem mondott neki a sok beszélő, diskuráló, fecsegő folyton szájat jártató diák, hogy szevasz. Ebéd után sietett Dorogiékhoz. Ahogy belépett a magas, rideg, átláthatatlan deszka kapun, amely a debreceni házakat annyira jellemzi, amelyeken
Belől sivár és üres parasztudvarokat talál az ember, kemény téli szél csapott az arcába, lélegzete is elállt, míg végig szaladt a tornácon és bebújt a ház ajtaján. A kis előszobába ugyanabban a pillanatban lépett ki Bella a konyhából, mikor ő belépett az udvar felől. A lány örvendezve kiáltott fel, és megölelte Misit. Isten hozta, kedves! Misi nevetett, az arca pillanatra hozzáért a leány blúzához, s forró teste jól esett hidegtől hunyorgó szempilláinak. Kezi csókolom, mondta rebegve. A leány még egy pillanatig tartotta két kézzel, így egészen szembes, fölé hajolva, mintha valamit mondani akarna, de nem szólt, csak gyönyörű porcelán fogait mutatta, és édességes jó illat áradt belőle. Sok leckéjük van? Szólt, aztán eleresztette, de még feltartóztatta. Van. Nagyon sok? Elég. A lány nevetve fordította el az arcát, és valahová messze nézett. Hát akkor tessék, Misi úr. S utat mutatott az ajtóhoz bal kézzel. Misi kinyitotta az ajtót, és bement. A néni szokása szerint most is ott ült a keskeny szobában a helyén. Három ágy közt, a kis asztal fején, nagy ócska fotelében, halkan köszönve ment el előtte, és a köszönéstelen merev pillantásával komolyan szinte üldözve kísérte, míg csak be nem menekült a másik ajtón. Csak Ilonka volt a szobában, és ahogy ő belépett, azonnal elkezdett pukkadozva nevetni. Misi szinte zavarba jött, hogy egyedül volt vele. Kérem szépen, nincs itt Sanyika? Mondta. A kislány összeszorította az ajkát, hogy el ne röjjintse magát. Nincs ide bent, mondta újra, erre kitört a nevetés. Hiszen látja, hogy nincs? Misi elpirult, az meg kiszaladt és berántotta maga után az ajtót. Ha most olyan erős volna, s olyan hosszú karja lenne, és a falon is át tudna nyúlni, akkor a falon is átnyúlna, a bezárt ajtón át megfogná aját, és megcibálná alaposan. Talán csak szól odakint Sanyinak, gondolta magába, és leült az asztal mellé, ahol már ki voltak rakva a könyvek. Kivette kis ceruzáját a zsebéből, és vonalakat kezdett firkálni egy irka szélére, a szoba meleg volt, álmosító, csöndes, a másik szobából behallatszott az óra ketyegése, és ő hirtelen ezt írta le. Simon Jóbester kisgyerek korába felmászott egyszer a veres toronyba. Már régen motoszkált a fejében ez a vers, ki tudja, mikor jutott eszébe ez a négy sor, de nem bírta folytatni. A többit nem tudja kitalálni, mert soha sincs ideje gondolkodni rajta. Azt akarja elmondani a versbe, mikor Simon Jóbester felment a veres toronyba, kiszedte a madárfiakat, aztán a pajtásai lejtették, de neki semmi baja se lett. Már vagy két hónap óta folyton ott jár az eszébe, és balladát akar belőle csinálni. Olyat, mint megesküdt a király Hunyadi Lászlónak. Egy éjszaka végig elmondta versbe, de nem kellett fel, hogy leírja, és reggelre elfelejtette, hirtelen tovább írta. Magas volt a torony, magas a teteje, az egész fedele verebekkel tele. Ennek nagyon megörült, ezt igazán nem várta, észre se vette, hogy írta le, mert egy cseppet se gondolkozott rajta. Kidugtak egy deszkát, ő kiállott rája, a fiúk tartották, alászolgálja, puf, elsavanyodott az arca. Milyen szépen indult már, azt hitte, hogy egész végig ilyen könnyen fog menni, de az, hogy alá szolgálja, csak butaságból írta oda, mert nem jutott eszébe semmi. Na, most alá szolgálja versírásnak. De hogy is jut neki eszébe, hogy ő verset tudjon írni rája?
Erre rímolj, mája, bája, hája, pofája, hopp. A fiúk tartották, mindnek járt a szája. Egy kicsit örvendezve nevetett, aztán rossznak találta. Kidugtak egy deszkát, ő kiállott rajta. Tartották a fiúk a sok csibész fajta. Álmodozva nézett maga elé, akkor áthúzta, s újraírta. A sok begyár kölök kidugott egy deszkát, annak a hegyébe kiállították. Nem jó, keresztül úszta ezt is. Akkor áthajolt a feje fölött egy arc, a melegségéről ismert rá, hogy Bella. Maga verset ír. Misi hirtelen kitépte a papírlapot, összegyűrte, s kétségbe esetten szorította az öklébe. De a lány elkapta a csuklóját, s kacagva ki akarta venni belőle. A fiú vaderővel kezdett vele dulakodni, a lány sokkal erősebb volt, de ő összegömbörödött, a melléhez szorította az öklét, a lány két karral szorosan átölelte, hogy kifeszítse. Egyikük se tudta, hogy történt ez a hirtelen birkózás, és hogy egyiknek mire minden áron a vers, a másik pedig miért nem adhatja még az élete árán se. Jó néhány másodpercig szinte hangtalanul dulakodtak. No, adja már ide, Misike, Misike aranyos, egyetlen drágám esedezett a lányán, meghalok, ha ide nem adja. De a fiú győztesen nevetett, és az öklét a zsebébe dugta. Az arca éle kipirult, fekete szeme csillogott és megnőtt. Csak a fejét rázta dacosan, boldogan, hogy azt nem. Misike kedves aranyos, s a lány megcirógatta az arcát. Muszáj, hogy ide adja. Én olyan borzasztó kíváncsi vagyok a maga versére, a magácska versére. Kedves kis aranyos Misike, Misuka, na adja ide, Misikém. Nem lehet, mondta a kisfiú, s a hideg borsózott a hátán a gyönyörűségtől. Hiszen úgyis nekem csinálta, mondta a leány babusgató suttogóan, hiszen úgyis ideadja, s erősen és furcsán nézett a szemébe. Misi azt akarta kacagva kiáltani, hogy volt eszébe neki csinálni, de maga se tudta, miért nem mondta ezt meg, hanem ráhagyta, engedte, hogy azt higgye a lány. Miről van benne szó, Misike? Rózsaszíromról? Viola illatról? Kis poéta? Kicsi pici kis poétácska. Misi paffá lett. Szeretett volna egy nagyot kacagni. Rózsaszírom? Arról is lehet verset írni. De szívében maradt a kacagás. Ha nem adja ide, megaprehendálok, gügyögte a lány. A fiú csak megrázta újra konok fejét. Jó, haragszom magára. Elővette a kézimunkáját, s leült az asztalon túl az ablak elébe. Jussz is haragszom, mondta még egyszer, s többet nem szólt. Misi is leült a helyére, a lány elkomolyodása kicsit elszomorította. Már közel volt hozzá, hogy megmutassa. Akkor bejött Sanyika. Nem köszöntek egymásnak, Sanyi leült a helyére szembe Bellával, s rögtön észrevette, hogy a füzetéből kitéptek egy lapot. Nagy szemet meresztett, s jobbra nézett Misire, balra nézett Bellára, de nem szólt, csak savanyú arccal bámult. Misi röstelte megmondani, mi történt, hát csak a tanulásra fordította a szót. Nehezen indult, kínosan vergődött a lecke, de Misi egyszer ránézett Bellára, a szemük találkozott, és a lány oly szelíden, bíztatóan nézett rá, hogy őt valami édes melegség futatta át, és mint a szárnyra kapott volna, kitisztult előtte minden gondolat, s helyesen és találóan állapította meg a hármas szabály alapelvét. Ahányszor valami szépet, jót mondott, félszemmel mindig odapillantott Bellára, és mindig magán érezte annak gyöngét, becéző, elismerő pillantását, és ez kimondhatatlanul jól esett neki.
Szerette volna, ha ez a délután örökké tartott volna, soha ilyen prissnek, okosnak, tüneményesnek nem érezte magát, most egyszerre mindent meg tudott volna tanítani. A legnehezebb dolgokba belefogott, és már nem Sanyikának magyarázott, hanem valami magasabb cél volt előtte, egészen magasztosan akarta magát kifejezni, és olyan szavakat használt, amiket soha máskor nem mert volna kimondani, mint költőjesen, szellem, illatos virág és efféléket. Mikor Bella lámpát gyújtott, kevés ideig csönd volt, nézte a gyufa lobbanását, s mellette a leány ábrándos, szelíd arcát. Ez a leány mindig olyan eleven kacagos volt, inkább kötekedő és csúfondáros, de most olyan szelíd volt, olyan gyöngéd. Most igazán jó testvér volt, még soha ilyen közel nem érzett magához senkit az édesanyján kívül. Most olyan boldog volt, elfelejtett minden rosszat és csúnyát az életben, csak az ne nyomta volna, hogy nem sokára el kell menni, és maga se tudta, miért rettegett ma különösebben az öreg úrtól. Erőszakkal elnyomta magában a gondolatot, hogy a reskontó dolga fenyegeti. De hiába a meleg csöndben, ahol mindenki hallgat, csak ő beszél, végre elcsüggett, elszomorodott. Egy latin mondatot fordítottak, hogy a római nép dicső eredete minden honpolgár szívére felemelő hatást gyakorol, erre így szól. A magyar nép eredete bezeg nem gyakorol felemelő hatást a magyar honpolgárok szívére. Bella csodálkozva nézett fel. Miért nem? Mert a magyarok olyan komiszak, hogy semmit sem tudnak az eredetükről, és nem is törődnek vele. Miért ne törődnének, Misike? Azért, mert úgy gondolják, hogy nem érdemes törődni vele, mert nem valami nagy uraságból eredtek, hanem szegény pásztorokból, csikósokból, gulyásokból és a paraszt emberekből. Azért nem törődnek a rokonokkal sem, mert megmaradtak szegényeknek és parasztoknak ma is. Milyen rokonok, Misike? A magyaroknak is vannak rokonai. Bezzeg, a németek meg az angolok tudják, hogy ők rokonok, meg az olaszok tudják, hogy a franciákkal rokonok, hanem a magyarok nem tudják, hogy a finnek a rokonok, vagy a törökök, vagy a bolgárok, vagy kik. Ők se tudják mi rólunk. Mert a szegények nem tartják a rokonságot, csak a gazdagok. Pedig nem csak a grófoknak vannak rokonaik, hanem a szegény napszámosoknak is. Csak nem rokonoskodnak, mert nem tudnak vendégséget adni. Honnan tud maga a magyarok rokonairól? Én nem tudok sokat, csak egy kicsit hallottam édesanyámtól, meg a nagybátyámtól, aki tanár, meg nagyúrtól tegnap, meg a tanár úrtól a földrajzórán, olvastam is már róluk az ős magyar meséket. Mikor a magyarok kijöttek Ázsiából, hogy elfoglalják ősüknek, Attilának birodalmát, akkor a testvéreik otthon maradtak, és ők többet sose hívták meg őket, hogy jöjjenek utánuk. Miért jöttek volna utánuk? Azért, mert nekik nagy volt ez az ország. Nem lett volna jó, ha a többi magyarok is minden jöttek volna. De a gazdag rokonok a szegényekről nem akarnak tudni semmit. Ha valakinek grófi birtoka van, hiába nagy neki, nem híja meg a szegény rokont. Bella megütődve nézett a kisfiúra, akinek égett az arca, izzott a szeme, s haraggal és lelkesedéssel beszélt olyan őszintén, mint a legtitkosabb gondolatait annak mondaná ki, aki egyetlen megértője a világon. Az igaz, szólt halkan, s elkomolyodva a lány, a gazdag rokon nem ismeri többet a szegény rokont. Meg is érdemlik, kiáltott Misike, hogy tönkre menjenek a végén. Nem volna jó ma a magyarnak, ha Magyarországon csak magyarok laknának mindenfelé, s nem tótok, románok, szerbek, svábok, másfélék, hiszen ezek sohasem fognak segíteni a magyarságon, de ha magyar volna mindenfelé, akkor mégiscsak együtt tartanának.
De ők nem akarták ide írni az otthoniakat, mert nem akartak osztozni velük. Ők mind grófok akartak lenni itthon. S jobban lehet uralkodni a szegény idegeneken, mint a testvéreken. A testvéren is csak uralkodni akar a testvér, mondta Bella titkos értelemmel. Az igaz, azt én is tudom, mondta Misi, mert mi tönkrement emberek vagyunk, s édesapám, csak most 3 esztendeje költözött abba a faluba, ahol most lakunk, mert otthon egy tüzes gép miatt, ami felrobbant, elárverezték, 600 forint adósságba, minden földünket, 2 házunkat, csak akkor eljöttünk ebbe a faluba, mert itt az édesanyámnak rokonai és sógorai vannak, és azok azt mondták, gyere ide, sógor, olyan életed lesz, mint a paradicsomba, és akkor eljöttünk, akkor béresek akarták befogni édesapámat, és sóroló asszonynak édesanyámat, és még fizetni se akartak neki, mert édesanyám, ha valakinek var egy réklit, akkor akármelyik paraszlány fizet érte 20 vagy 25 krajcárt, de Sára néném egy csupor tejet se akar adni, legfeljebb azt mondja, hogy milyen ügyes vagy te, Borcsa, és a nevét is úgy mondja, hogy Borcsa, pedig azt édesanyám nagyon gyűlöli, mert ő odahaza mindig Borca, meg Borika volt, de azért mondja így, hogy ebben is éreztesse, hogy ő feljebb van, és csak úgy szólítja, mint valami cselédet. Szegény rokon ne menjen gazdag rokonok közé, mint szegény, mert akkor szobaláj lesz belőle, és mosogató cselédnek használják. De úgy megy oda, mint hasonló úr, vagy még gazdagabb úr, akkor megbecsülik, és kedvébe járnak. Bella megdöbbenve nézett a kisfiúra, rendkívül elkomolyodott, arca lágy volt és szomorú. Ebben teljesen igaza van, Misike. Szegény lány csak gazdagon mehet közéjük. Misike kissé hallgatott. Ha most felfedeznének, mondta később, régi könyveket és írásokat, hogy a honfoglalás korában a magyarságnak egyik ága tovább ment nyugatra, és belőlük lett Franciaországnak a lakossága, akkor rögtön elkezdenének a magyarok írni és beszélni, hogy a mi nagy rokonaink a franciák vagy angolok, és ízelegnének, törleszkednének. De hogy a rokonok csak cseremiszek, meg zűriének, meg tatárok, meg mit tudom én mifélek, jobb is nem beszélni róluk, ha semmi hasznunk sincs belőle. Ezért haragszok én a magyarokra. Hát minek törődjenek velük, ismételte Bella. Pedig lehet, hogy azok a finnek szebb és jobb emberek, mint akár a franciák, akár az angolok, és ha olyan szerencsések lettek volna, épp úgy tudnának műveltek lenni is. De arra nem vállalkozik a magyar ember, hogy ő tegyen valami rokont, művelté és gazdaggá. Édesapámnak 1 forintja sincs. 30 krajcár napszámért kell neki egész nap dolgozni. Faragni a fát, pedig ha akármelyik gazdag rokona a faluban jót állana érte, akkor ő vállalkozna, s talán egy esztendő alatt vissza tudná szerezni, amit elvesztett, vagy többet is. De ezt nem akarják megtenni. Inkább oda jönnek a házunkhoz, fürtös gubába a nagy gazda sógorok, és megisszák a pálinkát, amit az én édesapám a napszám keresetéből hozott nekik. Erőszakosan tartják szegénységbe, hogy valamiképp hozzá ne jusson valamihez, mert azt hiszik, ha ő valamivel jobb sorban volna, akkor már ők nem volnának olyan nagy urak mellette. Csak gazdagon szabad megjelenni a gazdag rokonok közt, mondta Bella, és később hozzátette sóhajtva.
Csak egy napra volnék gazdag, hogy megjelenjek köztük, akkor már minden magától menne. Maga elé nézett, kissé előrehajolva, s kézi munkája felett olyan volt nagy, sötét, karbunkulus szemeivel, előre óhajtó, finom, nemes arcával, mint egy felrepülő elszálló madár. Misi egy pillanatig megütődve nézett rá, olyan furcsa és szokatlan volt neki, hogy ezt a pillanatot sohasem felette el többet. Aztán tovább folytatta. A gazdag magyarok a szegény magyaroknak sohasem akartak javára lenni, csak kárára, és a gazdag magyar nemzet a szegény rokon nemzethez sohasem volt jó egy percig se. Ezért nem tudunk mi semmit a mi őseinkről, és ezért nincs nekünk rokonunk. Nem is lesz a magyarból nagy nemzet soha, mert a magyar nem olyan, mint a latin. A latinok még kevesebben voltak, mint a magyarok, mikor kezdték a történetet. Mert csak egy város voltak, és mégis meg tudták hódítani a világot, de a magyarság még a saját országát sem. Hanem mikor a rómaiak elindultak világot hódítani, akkor ők mindenkit bevettek magukhoz, római polgárnak. A magyarok meg, ha lehetne, mindenkitől megtagadnák a magyarságot. Csak ő maga maradjon magyar, aki éppen veri a mellét, hogy ő az igazi magyar. Nem is ragaszkodik hozzájuk senki. Csak egy ruhám volna, mondta Bella, hogy elmehetnék a nagynénémhez, a Petki hercegnéhez, és megcsókolhatnám a kezét, és megmondhatnám neki, ki vagyok. Misi újra kizökkent indulatából, újra előről kezdte. Pedig magyar vagy nem magyar, német vagy nem német, francia vagy nem francia, angol vagy kínai, az olyan mindegy. Most magyarázta meg a tanár úr, hogy az emberiség egészen egy fokon van, az egész emberiség már 10 000 évvel ezelőtt egészen egyforma volt a koponyája és minden csontja, vagyis már akkor mindegy volt, hogy milyen nyelven beszélt, ember volt és megvan. Ha a kisbabát franciául tanítják, francia lesz, ha angolul, angol lesz, ha négerül, néger lesz. Ha iskolába járatják, egyetemi tanár lesz, ha nem, akkor faluvégi csordás lesz. Hát akkor mire olyan büszke egyik ember a másik mellett? Olyan sokat beszéltünk erről édesanyámmal, hogy Istenem, ez a pondró ember hogy tud egymás mellett kevékedni, egyik a másikat lenézni? Ha egy paraszlány 3 stráfot varrat a régléhére, akkor már lenézi az, aki 2 stráfot varratott. Jönnek édesanyámhoz a parasztasszonyok, s azt mondják, Boriska néni, de nekem olyan ruhát tessék varni, amilyen senkinek sincsen a faluban, ne tessék azután az én ruhámat megvarni senkinek, hogy olyan senkinek se legyen, amilyen nekem van. Pedig mi az a ruha, amit varrat? Éppen olyan, mint a másiké. Úgyhogy idegen meg se tudja különböztetni. Ez is paraszt, az is paraszt. Csak az egyiknek ilyen rózsa van rávarva, géppel kivarva, a másiknak szegfüves minta rajta. Ennyi a különbség az emberek között. De azt tetszik hinni, hogyha Barta Juliskát a göröndi portára tennék, akkor ő nem tudna ott éppen olyan kényes láj lenni, mint a göröndi Mártus, vagy a göröndi Mártus, ha ő volna Barta Julisnak a helyén, nem éppen úgy járna nap számba, mint Barta Julis. A pénz az oka mindennek, mert göröndiéknél sok a pénz, Bartáéknál meg nincsen semmi pénz. Igen. Sohajtott Bella. A pénz az oka mindennek. Édesapámnak 30 krajcárért egész nap kell dolgoznia, rongyos ruhába, izzadva, kifáradva. Egy tanárnak
A fizetésért már csak iskolába kell járni, mint egy diáknak, s folyton szép ruhába lehet járni, még a keze se piszkolódik be soha. Egy gazdag embernek pedig dolgozni se kell, mégis mindig gazdag, s mindene van. Bella komolyan nézett a kisfiú szemébe. Most valamit kérdezek magától, Misike, de úgy feleljen rá, ahogyan igazán gondolja. Ha valaki nagyon szegény, és örökké szenved, és csak nyomorog, és megvan rá a lehetőség, hogy többet soha se nyomorogjon, és a leggazdagabb emberek közé kerüljön, s mindig bőségben legyen, és a testvérein is segíthessen, a szülein is, akkor szabad neki elmulasztani ezt az alkalmat? Misike az édesanyjára gondolt, az édesapjára és a kis testvéreire, akik most a hideg szobában a földön csúszkálnak, és maguk alá nedvesítenek, és felhűlnek, s az ajtórepedéseken befú a szél, s az ajtófélfa vastagon fehér a dértől, s azt mondta, nem szabad. Bella lehajtotta a fejét, hosszú ideig csönd volt. Misi szeretett volna beszélni, de elszorította a torkát a fájdalom. Egyszerre eszébe jutott, hogy a kezében volt a szerencse, a reskontó, amelyért ma neki legalábbis 1000 forintot kellene kapni, az édesapjának minden vagyonát 600 forintért árverezték el, s most ő 1000-et adhatna, s akkor minden jó volna és szép lenne, s egyszerre urak lennének az ő szüleiből, testvéreiből, s ő belőle magából is, és elfacsarodott a szíve, hogy az a nyomorult cédula hogy tudott elveszni. Az ajka remegett, s szerette volna elmondani még azt is Bellának, de nem merte, mert ott volt Sanyika is, aki ugyan egy szót se szólt bele az egész beszélgetésükbe, mert nagy szamár, s nem is érti, amit eddig beszéltek, de ezt elmondaná az iskolába, nem szólt, különben is mindjárt 5 óra, és neki sietni kell az öreg úrhoz. Akkor berött nagy robajjal a vénlány, Viola, hogy belépett, csak úgy áradt belőle a hideg, odakint kegyetlen fagy lehet, és azt mondta, na, ez is megvan, kifizettem a parasztot, 10 forint előleget adtam neki, nem ennyi beszédbe került, utálatosak, hogy mi mindent kell nyelni. De most aztán lesz olyan darab földünk, hogy az egész évi koszt megterem rajta. Hát nem is örülsz neki? Bella kiegyenesedett, aztán hátradőlt. A szeme félig lehunyódott, és csak ennyit mondott. Igen? Igen, igen, örülhetsz neki. Aztán hozzájuk fordult Viola. Hát hogy megy a tanulás, mikor lesz a bizonyítványkiosztás, mikor adják ki a vakációt? Már itt van a karácsony, 3 hét múlva ünnep, még csak 2 hét és vége a diligenciának. Misi lehajtotta a fejét, nincs mivel dicsekedni. Igazán nem volt biztos benne, hogy Sanyika többet tud-e, mint mikor kezdték a tanulást. Hát nagyon kellene tanulni, mondta csendesen. Bella ezután külön fog tanulni Sanyikával. Bella nem pattant fel, csendesen ülve maradt, s újra csak azt mondta, igen. Segítsen rajta, és segítsen minnyájunkon, amit tud, szólt élesen Viola, s lerakta a kis fekete macskaprémjét és felső kabátját. Jó, mondta Bella alig hallhatóan, én segíteni fogok minnyájatokon, amennyit tudok. Misi megütődve nézett rá, a szívébe nyilallott valami, mert úgy látta, hogy könny csillog a szeméből. Ja, Istenem, még ez a 7 esztendő, mondta Viola, ebbe mindjárt bele fogunk gebedni, de nem baj, nem sajnálom se magamat, se más, csak a gyereknek legyen aztán jobb élete. Misi értette már, de megdöbbent tőle. Látta, hogy a kis Sanyi valaha, mint finom, grófias úrfi fog élni, szegény testvéreinek kínjaiból, verejtékéből, és indulatosan gyűlölködve gondolt rá.
Felállott, mert el kellett menni az öreg úrhoz, de nem is bírta ki, hogy még tovább is maradjon köztük. Igaz, mondta Viola, ez a magácskáé, s 2 ezüst forintot tett a tenyerébe. Misi meglepve vette át a pénzt, nem is gondolta, hogy már 1 hónapja, hogy ide jár. Halkan, szemérmesen, szégyenkezve megköszönte, mint valami alamizsnát, és majdnem kezet csókolt. Mikor kint volt, Bella utána ment. A verset nem hagyja itt? Kérdezte, igen halkan, s igen gyöngéden. Misi a zsebébe nyúlt, a sötétben lángvörösre gyúlt arccal, s a már elfeledett gyűrt papírost kimarkolta, hogy odaadja, de viszont valami másik érzés visszatartotta. Nagyon rossznak érezte a verset, és félt, hogy nagyot csalódik, és kineveti a lány. Azért azt mondta, ne tessék haragudni. Bella megsimogatta az arcát, sietve megcsókolta a homlokát, és ő rémülten és sietve kilépett az ajtón a holdvilágra. Egész úton futott úgy, hogy a lélegzete is elállott, csak a kollégium táján csendesedett meg. Nagyon elintézetlennek találta az életet, rendezetlennek, szabálytalannak, oktalannak. Nem értette, mi hiányzik belőle, nem értette, miért van ilyen buta összevisszaság, hiszen utóvégre okosok az emberek, sok mindent meg tudnak érteni, magyarázni. Miért kell ilyen 2 szerencsétlen családnak lenni, mint az övék és a dorogéké? Bella nagyon közel volt most a lelkéhez. Ez a jósága és gyöngétsége, hogy a versét meg akarta ismerni, ez egészen megrendítette. Most már sajnálta, hogy nem adta oda, szégyelte, mert ennyi jóságot még senkitől sem tapasztalt. Ha a fiúk megtalálnák a versét, biztos, hogy kinevetnék, kicsúfolnák, s Bella egész nagy lány létére milyen kedves volt hozzá egész délután, milyen kár, hogy ez a család is elvesztette az uraságot még jobban, mint ők, mert mi volt az ő vagyonuk ehhez képest. Egész vonatot bérelt ki egy útra, a dorogék nagyapja, az biz, ők nem tehették volna. Ha neki most pénze volna, annyi pénze, hogy például egy egész véka, vagy egy szobával, akkor minden régi birtokukat visszaváltaná, és odaajándékozná nekik. De nem Violának, hogy az tovább hárpiáskodjon, és gazdagon még jobban követelődhessen, és parancsolgathasson, se nem az apjuknak, hogy elígya és eltékozolja, nem is a Sanyinak, aki csak verést érdemel a haszontalansága miatt, se nem annak a kis röhincsnek, se nem a múmia anyjuknak, hanem egyedül csak Bellának, hogy megmutathassa ki ő, hogy uralkodhasson a többi felett, mindenki felett, hogy legyenek szép ruhái, palotája, szolgái, és az egész világ kedvében járhasson, és királynő legyen ebben a városban, hanem a verset azt akkor se fogja odaadni neki, ha 10-szer megcsókolja is. Kacagott magában, csiklandósan és boldogan. Jó volna olyan sok pénz, ha volna egy aranyforintja, amely mindig visszatér, ahányszor elkölti, akkor összevásárolná Bellának az egész város minden boltját, sejmeket küldene a lakására, de az lassan megy. Jobb volna például, ha itt az úton a lába előtt egy pénztárca feküdne, tele ezresekkel, és azt senki sem keresné rajta, vagy ha aranyjá válna minden, amihez hozzányúl, de nem minden, mint Midas királynak, csak az, amit ő aranyjá akar változtatni. Akkor aranyvirágokkal kedveskedne, vagy ha tudná, hogy hol van elásva a régi aranykincs a földben. Ahogy otthon a parasztok beszélik, hogy felcsap a kékes lángja,
akkor azt ő felásná, vagy ha a tündér megjelenne, és azt mondaná, hogy három kívánságot teljesül, akkor ő kettőt kívánna. A harmadik mindig az volna, még három kívánságom teljesüljön. Csak úgy repült a fantáziája, és ezer módját képzelte el a kincsszerzésnek, és minden kincset a Bella személyhez köt, és minddel őt akarja elhalmozni fáradhatatlanul. Milyen forró volt a szája a homlokán, talán láz a szegény. Az öreg úrnál kimerülten olvasta az újságot egyik lapnak a végén, megdöbbenésére. Ott látta a kis hírt, hogy lottóhúzás. Annyira megrettent, hogy az öreg úr észrevette. No, mi a? Semmi, a kis luti számok, mondta. No, csak jöttek? Nem. Hínyi a kánya, Misi felolvasta. Budapest. 595411. 92 Wien, 12-37, 43-7, 88 Prága, 71-7, 46-83, 18 Linz, 34-45, 76-13-2. Az öreg úr sokáig hallgatott, Misinek dobogott a szíve, a Brünni nem volt itt, Isten tudja miért. Hát aztán, mégre volt a miénk tíve, kérdezte az öreg úr. Hát, Budapest, mondta Misi. Aztán mi jött ki Budapesten? 595411-92. No, ebből egy se jó szám. Mondta az öreg úr mérgesen, nem is beszélt róla többet, azt mondta. Mi van még abban az újságban? Misi siető olvasott tovább. A hazugságtól boldog lett. Nevetni tudott volna. Milyen simán sikerült. Sose tudta, hogy fogja letagadni. Ha az öreg úr nagyon kérdezősködne, akkor nem is tudná eltagadni. De ilyen könnyű hazugság, csak egy szó az egész. Érdemes volna annyi bajt magára zúdítani, mikor csak ennyibe került a szabadulás. Többet nem is hozta szóba az öreg úr. Mikor kijött tőle az udvaron, nagyon hideg volt, összehúzta magán a kis köpönyeget, és sietve ment haza a kollégiumba. Megelégedett volt és éhes. Amilyen átkozott rossz volt a tegnapi nap, annál jobb volt a mai. Amint a nagy templomhoz ki akart térni a gyalogjáróról, valaki feltűnt neki. Először nem is gondolt senkire, hiszen nem szokta ő a hölgyeket meglátni, de mintha valami ismeretlen erő vonzotta volna a szemét egy női alakra. Nagy izzólámpa égett egy kirakat előtt, s egy fiatalember meg egy kisasszony állottak ott, s vidáman nevetgélve beszéltek. Mind a ketten a kirakatot nézték, lábai gyökeret vertek. A fiatalember Török János volt, és a lány Bella kisasszony. Ha villám csapott volna le mellette, századrésznyire sem lepte volna meg, vagy ha a nagy templom levette volna veres turbánját, és előtte földig hajolva köszön, udvariasan visszaköszönne, de ez fává gyökeresztette. Rémület és iszonyat fogta el, s nem bírt álló helyéből megmozdulni. Azok ott állottak tőle alig öt lépésre, s hallotta felcsendülni. A Bella jól ismert édes kacagását, a hangját hallotta, hogy könnyen és vidáman azt mondta, hiszen jófélék maguk, ha maguknak hinni lehetne. Isten bizony esküdözött, dörmögve a fiatalember, s meghajolt a leány felé. Bella ebben a pillanatban úgy tett, mintha megmozdulna, s arrafelé indulna, ahol ő volt, de ő annyira megrémült attól a találkozástól, hogy mint egy megijesztett kiskutya elkezdett iszonyúan futni, csak akkor nézett vissza, amikor már az emlékkert sötét kerítése alatt volt. Onnan már nem látta őket, s ettől még jobban fájt a szíve.